akinek van esetleg kedve Bakony délbe ellátogatni, nem is gondolnátok, mennyire nagy turisztikai hely, de hogy van tájház, van Szent Mauritius monostor, barokk templom, bakonyi erdők háza, van egy szent kút is, sőt, közben itt mutatom is, mi minden van. Van Millenniumi Park, van mészégető, faluház, községház, klubház, és még egy Pannon csillagda. Elgondolom, az valami csillagászattal kapcsolatban, hogy csillagda, azt most így hirtelen nem mondtam, micsoda. Utána kéne nézek szótárba, hogy ez mit jelent. Szóval itt a monostori kert. Amúgy itt júliusban, ahogy látjátok, ahhoz képest, hogy ez egy 1000 fős kis falucska a Bakony közepében, ahhoz képest nagyon-nagyon sokan vannak. Na és akkor mutatom a belvárost. Hát így néz ki a belváros. Van bisztró, lehet pizzát enni. Girosz tenni. Jóformán minden van. És ha hiszitek, ha nem, hatalmas élet kezdődik így este 8 óra környékén itt a faluba. Természetesen kocsma is van, mini ABC is van. És az 1000 fős lakosú Bakonybélben alapvetően a házaknak a fele azt hallottam, itt az egyik pincér mondta, miközben ettünk, hogy panziók vagy kiadó. Meg is érkeztünk a Borostyánkúthoz, Szent Kút kápolna, ami mellett nagyon szép kis tó van. Ahogy szokott lenni, egy kis pocsolya, illat is van mellette. És pedig a kápolna, ez pedig a kút. Le lehet menni a kútba, sőt, így néz ki a kút belülről. És a napfény tükröződik. Ott a leveleken, nem tudom, hogy a videón látszik-e. Az is gyönyörű szép. Na és oda is fel lehet menni. Az egész tó körül szépen van parkosítva, érdemes ellátogatni erre. Ennyi séta után megéheztünk, úgyhogy betértünk a Piccolo vendéglőbe, ahol nagyon tetszett már a bejárat. És jó árakkal dolgoznak. Meg fogom mondani a végén, mennyire néz ki az étterem. A terasz is. Így van. Nagyon kultúrált a mellékhelyiség. Jó kis zene szól. Úgyhogy hamburgert rendeltünk. Reméljük, hogy meg leszünk elégedve vele. És kis cuki díszítés van a
külső terasz részen. Ígértem, hogy bejelentkezem, miután megvacsoráztunk, egy gyors vacsora mielőtt Győrbe indulnánk. Hát a lazacos burger, azt nagyon ajánljuk mindenkinek, és a dupla húsos, dupla sajtos burger is isteni volt. Úgyhogy ezt merjük ajánlani, és a házi limonádé is isteni volt.